Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb vloggal, méghozzá azért, hogy megünnepeljük, hogy végre sikerült beállítanom egy automata rendszert arra vonatkozóan, hogy ha posztolok egy videót a YouTube-ra, akkor amikor az már feldolgozott, nem megjelent, olyan még volt, hogy megjelent, de nem volt például HD. Tehát amikor már elvileg teljes mértékben feldolgozottá válik a történet, akkor posztolja ki Discordra meg Facebookra, hogy egy új videóm van, és ezáltal sikerült viszont azt is megoldanom ezzel, hogy akkor is kapjatok értesítést a videóról, mondjuk egy Facebook esetében, hogyha én időzítek egy videót, és elmegyek itthonról, mert hogy mikrofonok maradt, szóval, mert hogy ezzel volt baj. Úgyhogy, ja, itt tök jó, csak ezt akartam elmesélni. Igen, végre. Végre nem kell posztolnom a Facebookra állandóan, meg a Discordra, meg a mindenhova. Én utáltam, tehát én mindig utálom az ilyen, amúgy ilyen, ezért persze marketing szempontból fontos, hogy tudjam tájékoztatni az embereket, de a másik oldalom, lássuk be, állandóan Facebookot nyitogatta, ez utálatos. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én nem szeretem ennyire a platformot nyomatni. Na mindegy, úgyhogy jé, bekandikál egy lámpa így a fejembe. Vicces, itt van mögöttem egy ilyen sima egyszerű asztali lámpa a zöld vászon miatt, és ugye ez arra hivatott, hogy ő világít onnan alulról, ez egy ideiglenes megoldás, ő világít onnan alulról azért, hogy ne legyen ilyen zizis a zöld vászonos felvétel, és mivel így délelőtt még ezért utána autónautot vettem föl, akkor így itt volt, és akkor így most látom, hogy hopp, ez itt maradt. Na jó, mindegy. Szóval a lényeg, hogy ja, hát így az év kezdete elindult, aztán én itt most ilyen gyártogatok ilyen mindenfélét, és ezért eszembe jutott, hogy ezt gyorsan elmondom, hogy működik végre az automatika, nem kell posztolni. Ha szombaton dolgozok, és megjelenik egy időzített videó, akkor abszolút mértékben fogtok róla értesülni, és ennek én most már tudjátok, a kicsinek is kell tudni örülni. Na, mindegy, ennyi lett volna a gyors vlog, szevasztok, érezzetek jó magatokat, jó videónézést, az Autonauthoz meg majd kommenteljetek, hogy tetszette, programozós. Sziasztok!